Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, a Kispesti Baptista gyülekezet tagjait, és minden kedves vendégünket, aki online néz minket. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy mindenki jól van. Ez a világ, ez egy Istentől elszakadt világ. Sajnos bármikor érhet minket bármi, de kapaszkodhatunk abba a jó hírbe, hogy mi már szabadok vagyunk, és a testünknek ugyan, ha ártanak is, a lelkünk biztonságban van, ha van Istennel kapcsolatunk és közösségünk. Legyen ez az üzenet, ez a tény, amiben kapaszkodhatunk ezekben a vészterhes időkben is. A gyülekezeti életünk és az Isten tiszteleteink átköltöznek az online térbe. Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor és én leszünk a villanypásztorok, és igyekszünk továbbra is tevékenykedni, illetve összefogni a gyülekezetet. A vasárnapi Isten tiszteleteink ugyanúgy 10 órakor lesznek, csak online adás formájában. Mindenki az otthonából ezt nézheti. A csütörtöki 6 órakor kezdődő bibliatanulmányozásunk pedig a Zoom nevű alkalmazáson keresztül fog történni, ahol mindenki felcsatlakozhat, akinek van webkamerája otthon. Ha mikrofon van, az is jó, de az nem muszáj, de ha webkamera van, az a legjobb. Minden okostelefonban, laptopban, tabletben van webkamera, és mikrofon is van a legtöbb ilyen eszközben, úgyhogy nem kell semmit beszerezni, csak ki kell nyitni a laptopot, be kell kapcsolni a számítógépet vagy a tabletet, le kell tölteni a Zoom alkalmazást, Zoom, ezt a zoom.us honlapról lehet letölteni, és e-mailben kiküld mindig az az ember, aki tartja a következő bibliaórát, mindig kiküld egy linket, erre rá kell kattintani, és már magától el is indul minden. Az első bibliaórát csütörtökön, azaz 2020. március 19-én 6 órakor én fogom tartani. Már 5 óra 45 perctől lehet becsatlakozni a videokonferenciába, és majd azt fogjuk látni, hogy mindenkinek ott lesz az arca, a hangja, mintha csak tényleg egymás mellett ott ülnénk, és együtt fogjuk tanulmányozni a Bibliát. Úgyhogy erről fog menni egy értesítő e-mail is, illetve mindjárt elmagyarázzuk, hogy hogyan működik ez a Zoom. Ha valakinek kérdése van, vagy segítséget szeretne kérni, persze továbbra is föl tud minket hívni telefonon. Engem hívjanak a testvérek, ha ilyen technikai kérdésük van. Az Isten tiszteleteket továbbra is közvetítjük, ott nem fogunk videokonferencia-szerűen csatlakozni, hanem csak a YouTube-on, illetve a videó megosztókon megnézni. Én ebből az irodából fogok közvetíteni, Mészáros Kálmán testvér pedig az otthonából. Isten áldását kívánom mindenkinek az életére. Sziasztok!